szociális tüzelőanyag, közel 45 ezer köbméter tűzifát igényeltek a Nyírerdőtől. Józsavárosi Farsang idén első alkalommal szerveznek felvonulást a városrészben. TDK nap, generációk közti tudomány a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Csalókra hívja fel a figyelmet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya. Lakossági bejelentések alapján úgy tudják, hogy útépítésekre hivatkozva csalók csengetnek be a lakóházakba. Illetéktelen személyek kivitelezőnek kiadva magukat az ingatlan tulajdonosoktól, anyagi hozzájárulást kérnek zúzott kő kapubejáró építéséhez. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata ezúton is tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzat által megbízott kivitelező nem igényel szilárd útburkolat építéséhez, sem zúzott kövezéshez semmilyen anyagi hozzájárulást. Aki ilyen esettel találkozik, semmiképpen ne tegyen eleget a csalók fizetési felszólításának. Határidőre befejeződött a szociális tüzelőanyag program a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti ZRT-nél. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 129, Hajdú-Biharból 42 önkormányzat igényelt az erdőgazdaságtól összesen 44.700 köbméter tűzifát. A kormány 2011 óta támogatja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlását, a mostani programban országos szinten 5 milliárd forint állt rendelkezésre. Mintegy 32 ezer köbméter tüzelő Szabolcsban, a többi pedig Hajdú-Biharban jutott el a rászoruló családokhoz. Volt olyan önkormányzat, amely csak nem 1300 köbméter tűzifát vásárolt, de akadt olyan is, amely mindössze 29 köbmétert. Főként a térségre jellemző kemény lombos fafajokat, akácot, tölgyet és kürist vettek a települések. Ebben a szezonban, tehát ebben a szociális tűzifa programban 44.700 köbméter faanyagot biztosítottunk az önkormányzatoknak. Ezt két megyére értjük, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, de a döntő többsége, tehát több mint kétharmada a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatokhoz került. Összesen 129 önkormányzathoz több mint 32 ezer köbméter itt a megyénkben. Nagyon nagy mennyiséget kellett kiszolgálnunk, és nyilván a rendelkezésre álló idő az elég szűkös volt, bár már nyári hónapokban készültünk a szociális tűzifa programra, de ez akkor is egy nagyon nagy mennyiség. Január végére sikerült minden szerződött vállalat mennyiségünket kiszolgálni. A sikeres program teljesítése érdekében a társaság saját forrásai terhére is végzett átszállításokat a kiemelkedően nagy tűzifa igényű területekre, tette hozzá Tölgyfa Gábor, a Nyíregyházi Erdészeti Igazgatója. Hangsúlyozta, az elmúlt időszakról elmondható, hogy a szükséges mennyiségű tűzifa készlet a folyamatos célirányos termelés eredményeként a program zárásával rendelkezésre állt. Az időjárás segítette a munkát, a fagyos talajon ki lehetett szállítani az erdőből a fát. A nagyszállás melletti akácos véghasználati területén folyamatosan zajlanak a fakitermelési munkálatok, majd április végén új akácerdő telepítése kezdődik meg a területen. A tavalyi év ősszel, a ősz végén Sóstón is, a sóstói erdőben is volt fakitermelési munka. Két területen érintettünk kisebb területet. Ezeken a területeken a talaj előkészítés zajlik, hamarosan elvégezzük ezt, és utána következik a ültetés. Addig is, amíg ez elkészül és odaérünk, egy tavaly ültetett területen a hiányzó csemetéket fogjuk pótolni, ezt hirdettük meg egy március 4-i önkéntes faültető programmal. Aki tehát szívesen hozzátenne a sóstói erdő gyarapodásához, az március 4-én pénteken megteheti azt, akkor várják ugyanis azokat az önkénteseket, akik részt kívánnak venni a csemeték elültetésében. Élő zenével, néptáncosokkal és különböző zajkeltő eszközökkel vonulnak át a Józsavároson a farsangi rendezvény résztvevői. A felvonulás a Szent Imre gimnázium előtt délután 3 órakor indul február 26-án szombaton. A télűző menethez bárki csatlakozhat, a szervezők mindössze annyit kérnek, valamilyen állarcban vagy jelmezben érkezzenek a helyszínre. Szerda délelőtt még a megszokott csendesség jellemezte a Józsavárost és az Ungvár sétányt. A télűző farsangi felvonulók ezt a szakaszt is felverik, majd szombat délután. Minden évben vízkereszt után kezdődik a farsangi időszak, idén egészen március 2-ig tart. Ezekben a hetekben különböző mulatságokat, bálokat, felvonulásokat szerveznek a hagyományok szerint.
Nincs ez máshogy Nyíregyházán és a megyében sem. Pár hete például a Panyolai télűző rendezvényen vendégeskedett a Sóstói Múzeumfalu, múlt héten pedig a Disznótoros Fesztiválnak és a Böllérversenynek biztosított otthont a skanzen. A farsangi programok pedig még nem értek véget városunkban. Idén első alkalommal egy különleges felvonulást szerveznek a Józsavárosban, február 26-án szombaton délután 3 órától. Több helyszínen megállva, több helyszínt bejárva itt a Józsavárosba, ugyanide érkeznénk vissza, ahol a program végén pedig a elmaradhatatlan kiszebál végetéssel közösen az itt jelenlévőkkel eltemetnénk a telet, és közösen tudnánk várni a tavaszt és a jobb időt. A program tulajdonképpen úgy néz neki, hogy itt 3 órakor találkoznánk a felvonulók itt a Szent Imre előtti területen, vagy itt a körforgalomban, és megindulnánk a Gádor Béla Garibaldi, nem, a Gádor Béla Korányi tömbelsőbe, van egy játszótér, ahol ott megállnánk, és tulajdonképpen a felvonulás néptáncosok kísérnék. Az Igrice és a Mákvirág néptánc együttesnek a csoportjai, a gyermekcsoportjai, mindenki beöltözve, különböző jelmezekbe, hangosan fölverve a Józsavárost indulnánk meg. A tánc mellett egy-egy népi játékot is előadnak majd a résztvevőknek. A tervezett megállók között van még az Ószőlő Csalóköz sarka, a Május 1-tér Garibaldi tömbelső és a Robinson domb is. Különlegességnek számít, hogy egy ilyen felvonulást szervezzenek a panelrengetegben, nem volt még rá korábban példa, tette hozzá a képviselő. A télűzőket a Bakos zenekar élőben is kíséri majd végig az állomásokon. Mindenképpen, akik ide látogatnak, szeretnénk, hogyha minimálisan is, de egy állarcot legalább föltennének, és azonban nagyon fontos lenne, hogy akár a szatmári és nyírségi hagyományokat őrizve olyan ruhákba öltöznének be, amelyek ezt képviselik, ezeket akár az állatjelmezeket, ugye a medvét, a gólyát, a bárányt, amiben be lehet öltözni, de amúgy amiben kedvük tartja, azt éppen célszerű fölvenni és úgy érkezni. Természetesen az idő nem biztos, hogy olyan lesz, hogy nyilván még hűvös van, és nem tudunk csak a jelmezben lenni, de egy olyan jelmezt, amit kabátra esetleg föl lehet venni, egy kis arcfestés, egy kis dekoráció, és akkor így meg tudunk indulni, vonulni. A helyi iskolák diákjai a Józsavárosi Művelődési Házban már csütörtökön elkezdik a zajkeltő eszközök készítését, ebben a Sóstói Múzeum falu szakemberei segítenek. Bár Nagy Szabina önkormányzati képviselő részletesen beszámolt a programról, ezen kívül is lesz még meglepetés a felvonuláson, így érdemes lesz csatlakozni a télűzőkhöz szombat délután. A szervezők célja, hogy minél több embert megszólítsanak, és egy jó hangulatú délután szervezzenek a Józsavárosban. Az átoltottság növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében újabb oltási akció lesz ezen a héten is a kórházakban, köztük a Józsa András Oktató Kórházban is. Csütörtökön és péntek délután, valamint szombaton egész nap előzetes regisztráció nélkül várják azokat, akik szeretnék felvenni az első vagy az ismétlő oltások egyikét. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető. Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után oltatók, írja a koronavírus.gov.hu. Fontos kiemelni, hogy az 5-11 éves gyermekek most is csak előzetes időpontfoglalással kérhetik a vakcinát a kórházakban és a házi gyermekorvosoknál is. Február 24-én és 25-én, tehát csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, február 26-án szombaton 10 és 18 óra között oltanak előzetes időpontfoglalás nélkül a kórházakban. Online tudományos diákköri konferenciát rendeztek a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az eseményen többek között a szociokultúrához, a pszichológiához, az egészségmagatartáshoz, a társadalomtudományhoz és az önkéntességhez kapcsolódóan tartottak szekcióüléseket, ahol a hallgatók beszámoltak kutatási eredményeikről. 2 szabadon választott roma társadalmi csoport egészség szociológiai állapotának bemutatása, vagy várandósok egészség magatartása, a munka és a magánélet egyensúlya, demencia a családban, szepszis, halálozás, az ápoló COVID-19 járvány alatti tapasztalataim, a vérplazma donáció motivációi,
Állami és magánegészségügyi ellátás, sportolási szokások a veselt transzplantáltak körében. Hogy csak néhány témát említsek a tudományos diákköri dolgozatok közül, melyet online formában mutattak be az egészségügyi karon a Debreceni Egyetem, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem ifjú kutatói. Ami összeköti ezt a mai napot, az valahol egyetlen fogalom köré, talán az életminőség köré, életminőség fogalma köré lehetne összefűzni. És az életminőséget mindenfajta szempontból értem. Az életminőséget úgy is, amikor lelki egészségről van szó. Életminőséget úgy is, amikor sportról van szó, úgy is, hogyha az önkéntesség kérdését feszegetjük, és az életminőségünkhez tartozik természetesen a betegség is. Ide tartozik a munka és a magánélet egyensúlya, és az életminőségünkhöz tartozik 2021, 22, 23-ban és a következő évtizedekben az, hogy hogyan tudjuk a magánellátásban, magánegészségügyi ellátásban és az állami egészségügyi ellátásban ebben a bonyolult rendszerben megtalálni a helyünket. A kutatói életpálya első lépcsője a tudományos diákköri dolgozat, mely kutatásra méltó témákat vesz nagyító alá. Balázs Bianka Nagykáló és Hodász Roma lakosainak egészségi állapotát mérte fel. Nagykáló, ahonnan én is származom, egy körülbelül 10 000 fős város, ahol jó az infrastruktúra, a integrált oktatás van, illetve közel vannak a környező nagyvárosok, így a foglalkoztatás is megfelelő. Hodász pedig azért kiemelendő, mert a görögkatolikus egyház folytat cigánypasztorációs tevékenységet, ahol segítik a felzárkóztatást, oktatást, illetve a foglalkoztatást is helybe viszik a településre. Bige Borbála Julianna 5 éve közösségi gondozó, a kar levelezős hallgatója. A mentális betegségek meghatározása a közösségi ellátásban a WHO megfogalmazása szerint a mentális egészség esetén a jólét egy olyan foka, ahol az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, stressz helyzetével, képes eredményes és termékeny munkavégzésre, hozzá tud járulni a közösségi élethez. Kincses Dorottya szülésznő hallgató a várandóság és a sport hatását vizsgáltam. Egészen a 20. századnak az elejéig a várandóság alatti sportolást az kerülendőnek tartották. Ennek az oka az volt, hogy a kapott eredmények azt sugallták, hogy a terhesség kimenetelére a testmozgás az káros hatást gyakorol. Ez azért volt, mert a kutatások nem tettek különbséget az intenzitási szintek között, viszont a 70-es évek végétől ismételten kutattak, és már 1985-től nem tudták bizonyítani azt, hogy a mérsékelt vagy enyhe intenzitással végzett testmozgás az káros hatást gyakorolna a kismamára és a magzatára. Így 2002-ben az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság új irányelveket tett közzé a várandóság alatti sportolásnak a jótékony hatásairól. A konferencia lebonyolítását a Generáció közti tudomány című pályázathoz kapcsolódóan a Nemzeti Tehetségprogram, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatta. Rendezője a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Itt körvonalazódott a kar oktatási profilja, elérhető lett egyfajta tudásmegosztás határon túli közösségekkel, illetve hallgatóik is szót kapnak az egyidőben Debrecenben zajló orvos egészségtudományi konferencián. Azon túl, hogy szakdolgozat vagy egyéb tudományos munka születhet a mostani dolgozatokból, az eredmények helyet kapnak majd a nyáron megjelenő Diák Tudomány 7. kötetében is. Február 26-án e-sport rendezvény helyszíne lesz Nyíregyháza. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Egy műszaki hibás autóbusz több mint 2 órán át okozott fennakadást a Kossuth utcán kedden késő délután, a járművet végül elvontatták a helyszínről. Idéglenesen tilos a parkolás a Kossuth gimnázium előtt a két kereszteződés az András és a Béla utca közötti 60 méteres területen. Az intézmény pincéjén dolgoznak majd délelőtt. A munkagépek elállják majd a szélső sávot és a járdát is. A zavartalan haladás érdekében lesz tilos a parkolás a munkálatok idején. 2 gépkocsi karambolozott a Széna téren. Azt, hogy melyik jármű ment át a piroson, még vizsgálja a rendőrség.
Igen jelentős anyagi kár keletkezett, egy szemét kórházba szállítottak a helyszínről. Megkezdődtek a földmunkák a Móri Zsigmond utcánál a Nagykörút négysávosítása kapcsán, a munkaterületet szerdán elkerítették, ide ezendúl tilos a belépés. Február 26-án e-sport rendezvény helyszíne lesz Nyíregyháza. Több játékot ki lehet próbálni, és neves szakemberek is érkeznek a Gaming Expo keretein belül. Egy időben, egy helyszínen minden, ami e-sport. 2022. február 18-a és április 2-a között az Országos Gaming Expo az első olyan országos rendezvénysorozat, amely két hónapon keresztül az egyes megyeszékhelyeken kerül megrendezésre. A Gaming Roadshow lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy kipróbálja magát a különböző videójátékokban, társasjátékokban, videójátékos kompetencia felmérésben, egyéb fizikai aktivitást igénylő játékokban. Star Wars kiállítás, retro játékok, autószimulátorok sem hiányozhatnak a minden korosztály számára élményt kínáló rendezvényről. Február 26-án Nyíregyházára érkezik a sorozat. Várjuk szeretettel a gyerekeket és a nagyobbakat is, hiszen az Országos Gaming Expo-nak egy újabb állomása egy Nyíregyházán lesz szombaton, ahol 10:30 és 5 között megismerkedhetnek a kisebbek és nagyobbak is, tulajdonképpen a sportjátékokkal, társasjátékokkal, régebbi és újabb konzolokkal, illetve próbálnánk egy kicsit sportaktivitásra is sarkalni őket. Találkozhatnak a kosarasokkal, lesz egy közös standja a Nyíregyházi Sport Kft-nek, Nyíregyháza megyei jogúvárosának és a Nyíregyházi Spartakusznak, úgyhogy egy izgalmas eseménynek nézünk elébe, várunk szeretettel sok érdeklődőt. A Rócsó keretein belül rendezik meg a FIFA 22 országos e-sport versenyt, amely a Magyar E-sport Szövetség versenykiírása alapján valósul meg. A rendezvény szórakoztató és szakmai részéről műsorvezetők, e-sport szakértők és influencerek gondoskodnak, így mindenki megtalálja azokat a területeket, amelyek miatt érdemes ellátogatni a Continental Arénába. A rendezvény ingyenes, a részvételhez előzetes online vagy helyszíni regisztráció szükséges. Újra ingyenes órát tartott a nyíregyháziaknak Katus Attila. A népszerű fitnessedző nem először járt a megyeszék helyen a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Március 8-án Béres Alexandra érkezik. Katus Attila ismét kitett magáért. A fitnessedző népszerűsége töretlen, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Mozdulj Nyíregyháza keretében rendezett Fitkedden teljesen megtelt a Continental Arena küzdőtere. A többség már tudta, hogy mire számítson a tréner óráján, de voltak, akik először vettek részt az ingyenes rendezvényen. Ilyen programok kellene minden megyeszékhelyre. Ingyenesen elérhető a rendezvény. Jó 21. századi körülmények, minőségi körülmények vannak, úgyhogy ez sok-sok boldogság mindenkinek, és tényleg azt lehet mondani, hogy megint a covidos időszak, hogy itt hozhatja az ember, azért az megrángatta ezt a sportágat, a csoportos, a zenés, tömeges rendezvényeket, és hát ennek ellenére itt vagyunk. Úgyhogy ez erőt ad a jövőre nézve, és egyfajta optimista helyzetképet, hogy talán nem állt le az élet végleg, hanem talán még ott van a vágy az emberekben, hogy ezeket az eseményeket átéljék. A tréner külföldről részben a nyíregyházi esemény miatt ért haza. Saját bevallása szerint őt is motiválja az, ha sok embert mozgathat meg. Az órák végén pedig a lélekkel is foglalkozik, így mentális tanácsokat is adott. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a Mozdulj Nyíregyháza keretében köszönhetünk ismert sportembert, aki megmozgatja a Nyíregyházát. Az az igazság, hogy bátran mondhatjuk, hogy Nyíregyháza egy sportos város, és ezt láthatjuk itt mellettünk álló hölgyek létszámából is, hogy nagyon szeretnek mozogni, és sokat tesznek az egészségükért. Március 8-án újabb neves tréner érkezik Béres Alexandra személyében, március 27-én pedig Rubint Réka tart ingyenes órát a nyíregyháziaknak. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Határidőre befejeződött a szociális tüzelőanyag program a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti ZRT-nél. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 129, Hajdú-Biharból 42 önkormányzat igényelt az erdőgazdaságtól összesen 44.700 köbméter tűzifát. A kormány 2011 óta támogatja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlását, a mostani programban országos szinten 5 milliárd forint állt rendelkezésre. Élő zenével, néptáncosokkal és különböző zajkeltő eszközökkel vonulnak át a Józsavároson a farsangi rendezvény résztvevői. A felvonulás a Szent Imre gimnázium előtt délután 3 órakor indul február 26-án szombaton. A télűző menethez bárki csatlakozhat, a szervezők mindössze annyit kérnek, valamilyen állarcban vagy jelmezben érkezzenek a helyszínre.
Online tudományos diákköri konferenciát rendeztek a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az eseményen többek között a szociokultúrához, a pszichológiához, az egészségmagatartáshoz, a társadalomtudományhoz és az önkéntességhez kapcsolódóan tartottak szekcióüléseket, ahol a hallgatók beszámoltak kutatási eredményeikről. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!